telefonok a tanári asztalon, édesség üdítő bekészítve. Ma reggel pár perccel 8 óra előtt idegesen várták a feladatsort az érettségiző diákok a Széchenyi István gimnáziumban. Jó munkát kívánok! Az intézményben összesen 240-en érettségiznek. Nagyjából ugye tisztában vannak a kollégák azzal, hogy mégis mi várható. Hát erre igazából az első évtől kezdve készítjük őket, de az igazi megmérettetésre való felkészítés az a 12. évfolyam második fél évben a legintenzívebb. Második órában ideletes tanár beszedi kollégák a felső rész. Az érettségi két részből tevődik össze. Az első a játék fogalmáról, illetve a játékkutatásról és a játékszerekről szóló feladatlap volt. A szokatlan tétel meglepte a diákokat. Nehezebben voltak szerintem felrakva a kérdések, igaz, hogy meg volt adva, hogy melyik bekezdésbe találhatjuk, de nekem nem voltak egyértelműek például a megfogalmazott kérdések se. Szóval sokszor többször is el kellett olvasnom, mire végre tudtam értelmezni magát a feladatot. Majd egy Mándi Iván novellát, egy József Attila és egy Radnóti Miklós költeményt kaptak az érettségizők a középszintű írásbeli második részében. Reménykedek, hogy jól sikerült, nagyon szorítottam egy József Attila versét, és hál' Istennek azt kaptuk. Szóval így kicsit szerencsésebb helyzetben voltam. Kedden matematikából, szerdán történelemből, végül angolból és németből tesszik le az írásbeli vizsgát a diákok. Az írásbelik időszaka május 24-én zárul, ezután az emelt szintű szóbelik következnek június 5 és 13-a között, a középszintű szóbeliket pedig június 17-e és 28-a között tartják.